Sziasztok, én Zoli vagyok, ti pedig a Linux Mindot nézitek. Beszélgessünk ma is a Linuxról. A mai részben egy olyan közkedvelt témát hoztam nektek, ami rettenetesen sokszor felmerül a kezdők körében és én is számtalan levelet, e-mailt kérdést kapok ebben a témakörben. Nevezetesen, hogy mondjak a Linux alá olyan karbantartó programot, mint mondjuk a c vagy hogy hol találják a töredezettségmentesítést, esetleg más hasonló karbantartó programot, illetve hogyan és milyen sűrűséggel kell karbantartani a Linuxokat. Mivel ez egy elég fontos kérdés, megpróbálom a legkiforrottabb, legátfogóbb tapasztalataimat, egy egy helyben átadni nektek, és ezzel mint egy rendet téve a káoszban fényt gyújtani a Windowsos fejekben. Oké, az első és leggyakoribb hiba, amit a Windowsról áttérők elkövetnek, hogy azt hiszik, hogy a Linux is Windows csak máshogy néz ki, holott ez nagyon távol áll a valóságtól. A Linux rendszerek működése teljesen más. A programok telepítése és törlése teljesen más, ebből kifolyólag a karbantartása és a felügyelete is teljesen más. Ennek szellemében kezdjük rögtön a defragmentálással, vagyis magyarul a töredezettség mentesítéssel. Hol találom a Linux alatt a töredezettségmentesítőt? Hangzik el szinte hetente valamelyik kontaktomon a kérdés. Mielőtt belevágnánk ebbe a kérdéskörbe, csak gyorsan a teljesség igénye nélkül beszéljünk arról pár szót, hogy mi is az a lemeztöredezettség, és miért van, és miért lesz gyorsabb tőle a gép. A modernkori Windows rendszerek NTFS fájrendszert használnak, ami végtelenül leegyszerűsítve a dolgot úgy tárolja a fájlokat, hogy mindent leszór oda, ahova gondolja. Azokat a fájdarabokat is, amik konkrétan egy fájlhoz tartoznak. Például van egy videó.mpeg4-em, ami mondjuk 1,7 gigabyte. Ezt a Windows úgy helyezi el a lemezen, mint egy rész Szemléltetem a megjelenített képen látható kék részekkel. És hogy miért baj ez? Azért, mert az író-olvasó fejnek sokkal nagyobb utat kell bejárnia, a 6, 8, 11, akár 17 vagy 37 különböző helyről kell összeolvasnia azt az egyetlen egy darab fájt, hogy meg tudja nyitni, hogy neked jó legyen. Ezért is hallhatsz néha irgalmatlan kerregéseket a vinyó felől, mert nyomorú győzi összehalászni az adatokat 52 helyről, amiket kérsz tőle. Ezzel szemben, ha töredezettségmentesíted a az azonos fájlokhoz tartozó fragmentumokat, vagyis töredékeket megpróbálja egy helyre, vagy hogyha ez nem megy, legalábbis nagyon közel rendezni egymáshoz. Pontosan azért, hogy a fej sokkal gyorsabban, sokkal kisebb úton tudja beolvasni ugyanazokat a fájlokat. Így lehetne talán a legjobban átadni, hogy egy helyre rendezi az összet tartozó fájlokat. A rendezés szempontja többféle lehet. Fájlméret, létrehozás ideje, gyakori használat szerinti, és még vagy százféle, de ez most nem fontos. Nézzük, mit csinál a Linux. Ha te kezdőként felteszed bármelyik Linuxot, jó eséllyel xt 4 re formáztad a fájlrendszeredet, de egyébként minden épkézlább naplózó fájlrendszer hasonlóképpen működik. Ha kezdőként utánolvasol a dolgoknak, valószínűleg azt fogod a legtöbbször találni, hogy az EXT4 fájrendszer nem töredezik soha, egyáltalán, és ez milyen jó, mert nem kell töredezettségmentesíteni. Nos, ami azt illeti, ez így nem teljesen igaz. Az EXT4 fájrendszer valóban intelligensen működve a lemezreírás pillanatában igyekszik úgy rendezni az összetartozó fájdarabokat, hogy azok a lehető legközelebb essenek egymáshoz, körülvéve őket nagyon nagy üres helyekkel. Pontosan azért, hogy ha egy fájt szerkeztünk, tehát a mérete növekszik vagy csökken, akkor legyen hová híznia, de még mindig a legjobb helyen maradhasson. A probléma ott kezdődik, ha a fájlok mérete és írási volumene extrém méreteket ölt például egy szervernél, hatalmas adatokat kezelő rendszereknél. Ott az ilyen extrém használat miatt előfordulhat, sőt, valószínű, hogy elő fog fordulni lemeztöredezettség, ahogy a fájrendszer megpróbál viszonylag rendet tartani, de az adat mennyisége ezt ellensúlyozza. Akkor most mi is van? kell-e mentesíteni, vagy nem? A már elmondottak tekintetében azt mondom nektek, otthoni desktop felhasználóként normál átlagos géphasználati módszerek mellett nem, vagy olyan jelentéktelen mennyiségű töredezettség fordulhat csak elő, amit itt nem kell kezelni, szükségtelen. Azonban fontosnak tartom megjegyezni, hogy extrém használat mellett előfordulhat időközönként, amit az E4 defraggal tudunk kezelni. Az E4 defrag nagyjából majdnem minden rendszerben alapértelmezetten szállított program, két végtelenül egyszerű kapcsolója van a V és a C, a töredezettségmentesítés szükségességét, így tudjátok ellenőrizni. Nagyon fontos, hogy mindenképpen emelt jogosultság kell hozzá, tehát szudóval kezdünk, aztán E4 defrag, minusz C, ahol a minusz C kapcsoló fogja megállapítani a töredezettség mértékét, majd megadjuk neki a kötetet. Természetesen megadjuk a ilyen és kisvártatva, nálam ez pár másodpercbe telt most, mert virtuális meghajtón dolgozok, gyakorlatilag a következőket kell ellenőrizni. Azt írja itt, hogy Fragmentation Score 0, tehát nulla. Itt alul látunk egy kis táblázatot, ami szerint besorolja a pontszámokat 0-tól 30-ig nincsen gond, 31 55-ig egy kicsit töredezett, és 56-tól felfelé szükséges a töredezettségmentesítés. Jelenleg azt írja, hogy töredezett fájlok, -ok, ez az 5 darab fájlom van, ami töredezett, itt írja az arányokat, illetve hogy mekkora méretű. Maga a töredezettségmentesítés a következőképpen zajlik, hogyha mindenképpen muszáj, ezt a mínusz c-t kivesszük innen, és elindítjuk a töredezettségmentesítést. Jó, nagyjából ennyit kell tudnotok a töredezettségmentesítésről. Ha esetleg valakit érdekel a mélyebb technikai részlete és háttere a fájtöredezésnek, és annak, hogy hogyan működik az EXT4 is, hogyan kezeli, annak lenhagyok a leírásba egy masszív angol nyelvű PDF-et, ami ezzel foglalkozik, ott megtaláltok mindent exakt módon leírva. Menjünk tovább. Kell a Linux alá Registry Editor tisztító program? Nem, értelemszerűen, mivel a Linuxok -ok nem rendelkeznek ilyesmivel. Kell -e egyéb karbantartó program? Nos, alapjában véve azt mondanám, hogy nem, nem kell. Ha ismersz egy-két parancsot, azzal kiválóan lehet kezelni az elszemetelődés kérdését. Ugyanis az nettó hazugság, hogy a Linuxok -ok nem szemetelődnek el. A Linux rendszerek is termelnek támnéleket, előnézeti képeket, különböző cache vagy gyorsított használt fájlokat, és persze létezik tempkönyvtárok is, ahova az átmeneti fájlok kerülnek. Hogy mi a különbség a Windows meg a Linux között? Az, hogy amíg a Windows össze-vissza szemetel mindenhová, hová csak kedve tartja, Addig a Linux rendszereknek például eszük ágába sincs átmeneti fájlokat létrehozni a program könyvtárában, csak és kizárólag az ilyen fájloknak kijelölt helyeken. Tehát mi történik? A Linux sokkal kevesebb helyre, sokkal kevesebbet szemetel, ezáltal egy jóval rendezettebb környezetet képes teremteni. Vegyük alapul a programok eltávolítását. Ha a Windows alatt törölsz egy programot, Ugye veled is előfordult már, hogy egy csomó könyvtár ott maradt, és nem értetted, hogy miért. Jó esetben a játék vagy program könyvtára is fennmarad a lemezen, pár fájlal, ami néha sokszor összeadódva súlyos gigabájtokat is elvihet. A Linux alatt, és most egyelőre csak a Debian rendszerekről beszélek, mert hiszen kezdőként ezt ajánlom én is mindenkinek, a Debian és Ubuntu rendszereket, de nagyjából minden disztribúcióban így vagy hasonlóképpen működik. Azt mondom a programnak, amit el akarok távolítani, hogy sudo, értelemszerűen ugye emelt jogosultság kell hozzá, apt, purge, és nyilván maga a program neve, legyen mondjuk ez a VLC. Ezzel a programot és az összes hozzátartozó dolgot eltávolítja minden összetevőjével együtt, kvázi nem tud fizikailag szemét maradni egy uninstall után. Persze Linux alatt is maradhat szemét, hogyha azt mondjuk neki, hogy apt, remove, VLC. Ezzel csak magát a programot fogja eltávolítani, a kisebb apró beállító fájlokat, esetleg konfigurációkat nem fogja eltávolítani. Ez azért van, hogy ha esetleg később vissza akarnánk rakni, akkor ne kelljen a zero-ról konfigurálni az egészet, hanem minden működjön úgy, ahogy van, vagy hogyha esetleg frissítjük a programot. Vagy hogyha azt mondjuk a rendszernek, hogy sudo apt auto Remove. Ezzel azokat a már felesleges csomagokat távolíthatjuk el, amik nem kellenek egyetlen programnak sem és rendszernek sem, tehát nem függőségei semminek. Hogy a függőségekről korábban már beszéltem. És ezért ezek eltávolíthatóak. Időnként ezzel a parancsa, pláne hogyha nem használtok még túl sokszor, szép mennyiségű helyet fel lehet szabadítani. Vagy például ott van még a sudo apt clean, ami a gépre letöltött átmeneti tárolóban elhelyezett csomagokat törli. Szóval alapjába véve már csak ezzel a pár parancsal olyan szépen tisztán tudod tartani a rendszeredet, hogy nincs szükséged semmi kiegészítő programra. Szóval kell -e valami karbantartó program? Én azt mondom neked alapból nem, de mégiscsak valami desktop tudást próbálok átadni nektek, úgyhogy nézzünk meg egy-két programot, ami gyakorlatilag ugyanezeket csinálja csak szép, csillivilli grafikus előtéttel. Az első ilyen elég közkedvelt program az Tészer. A Stacer alapból nem telepített, illetve nem található meg alapból PPA-kban, úgyhogy érdemes rákeresni Google-ban, vagy az általad használt keresőmotorral, és a github az első találatot megnézni. Ha jól emlékszem, az Arch rendszerek aur tárolójában viszont benne van, Debian rendszerekre pedig, hogyha itt lejjebb lapoztok, itt írja, hogy Debian x64, le kell tölteni a Debfile-t, erről az oldalról. Gyorsan elugrunk ide, és amint látjátok, itt is van maga a deb file, szépen gyorsan letöltjük, így is van, és a már tanult módszerrel gyorsan feltelepítjük, minden függőség ki van elégítve, úgyhogy telepítsük a programot gyorsan, megadjuk a rendszergazda jelszavunkat, és a program telepítésre is kerül pár másodperc alatt. Szuper! Na nézzük meg ezt a stacert. Elméletileg oda fogja tenni magát, hogy rendszer, és valóban így van itt a Linux System Optimizer and Monitoring. Ez a program egyébként több funkciós, nem csak a tisztításra használható, de mindenféle monitorozási műveleteket is el tud végezni, például a processzor teljesítmény, memória, lemez használat, illetve internet felletöltés, valamint itt még egy rövid system is szolgáltat nekünk az első oldalon. Itt az oldalsó gyorsikonoknál láthatjátok az eléréseket, a legalsó gomnál tudunk nyelvet választani, hát egyelőre ezek a nyelvek elérhetőek, illetve témát, hogy sötét vagy világos téma legyen, sötét pff, valamennyivel jobb. Alulról visszafelé a második gombon egy system st statisztikát találhatunk, ahol egy összesített processzor statisztikát, illetve a swap és a memória állapotát, valamint a hálózat állapotát láthatjuk. Egyel följebb, hogyha lapozunk, akkor itt van egy ilyen gyors uninstalláló dolog, nagyon minimálisan hasonlíthat a Windowsnak a programok eltávolítása menüjére, de ez nem olyan, és ne is úgy kezeljétek. Például én el akarom távolítani a VLC-t, hogyha én ide most beírom, hogy VLC, itt van, hogy VLC, VLC data, VLC nox, VLC plugin notify. Ezt mind látom, hogy közös program, hiszen közös az ikonja. Azt mondja, hogy uninstall selected, megadjuk a root jelszót, és ő szépen el fogja távolítani a programot. Minden összetevőjével együtt természetesen. Jó, tehát, hogyha nem akarsz terminálban mókulni, így is meg lehet oldani. A következő gombon elméletileg a futó folyamatokat kéne, hogy lássuk, hogyha igen, itt bejelöljük, hogy a processes, és ezt egy kicsit kinagyítjuk, és igazából azt mondom, hogy elég szépen átláthatók itt a futó folyamatok. Ez nagyon hasonlít szintén a Windowsnak a feladat ugye? Már csak annyiban is, hogy itt látjátok, itt van egy end process nevű gomb, tehát ugye a folyamat befejezése, ha valami esetleg véletlenül megfagyna. Jó, menjünk is tovább a következő gombra. Ez, ahogy látjátok, a System Services, tehát a rendszer folyamatokat mutatja. Illetve itt azt is tudjuk szabályozni, hogy éppen jelenleg fusson, vagy ne fusson, tehát itt folyamatokat is újra tudunk indítani, illetve magát azt, hogy elinduljon-e egyáltalán bútoláskor. Például, ez egy tök jó példa nekem, itt van egy Bluetooth folyamatom, de nekem nincsen egyetlen Bluetooth-os eszközöm se, és én itt szimplán meg tudom neki mondani, hogy ne, please, ne indulj el, ne fogy ezt nekem ezért teljesen feleslegesen memóriát. Megadom a rendszerjel szót, és ezzel ki is kapcsoltam. Nyilván itt ne kezdjetek el ész nélkül kikapcsolni mindent, amiről nem tudjátok, hogy mi az, ez teljesen egyértelmű, tehát itt a rendszer folyamatokat találjátok meg, és tudjátok kezelni ez a lényeg. Menjünk tovább a következő, ez a söprű ikon, azt mondja, hogy itt tudjuk üríteni a szemetest, külön úgy nézem nem tudjuk megnyitni, vagy... Ja, hogy előbb szkenneltetni kell vele, Á, nem világos. Hát igen, nincsen semmi a szemetesbe, értelemszerűen, mivel teljesen friss a rendszer és ráadásul virtuális környezetbe fut, azt mondja application-cache, nézzük ezt meg. Itt azt írja, hogy application-cache 17. Na nyissuk ezt ki! 88 megabajt, 17 darab fájl, ami jelenleg fönn van és törölhető, mert csak a helyet foglalja feleslegesen. Ugye látjátok, pont ezt magyaráztam terminában, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet eltávolítani manuálisan kézzel. Látjátok, ez a program is pontosan ugyanezt csinálja, csak szépen Chili grafikus előtéttel. Akinek végül is ezt tetszik, megcsinálhatja itt is. Na hát próbáljuk ki, azt mondja, hogy bejelöljük, igen, így bejelöljük, hogy szépen zöld legyen, és azt mondjuk neki, hogy gondolom ezzel a seprű ikonnal, hogy tisztítsa meg. adunk neki egy jelszót, és azt mondja 88 megabyte cleaned. Nagyon szuper, akkor nézzünk még körül, hogy, hogy, mit lehet itt csinálni. Application logs. 30 darab logfájt talált, ami 5 megát foglal. Ez így összességében nem hangzik soknak, de hát nyilvánvalóan ez egy friss rendszer és virtuálboxban fut, nem is nagyon lesz ennél több, azt mondja Crash Reports. Ez nincs, mert nyilván nem omlott össze a rendszer. Oké, okay. és a végén azt mondja, hogy Package Cash, szépen keressünk. Aha, azért ez már itt jelentős, látjátok, 468 darab fájl, összesen 462 megabyte -ban. ami azért tényleg még mindig nem annyira nagyon életveszélyesen sok, de ha kisvinyóval rendelkezel, és minden megabyte számít, 462 megabyte, legyen 463, mert itt pont 9-re végződik, azért az elég jelentős tud lenni, és ezek mind felesleges olyan depfájlok, fájlok, csomagfájlok, amik már a bűnös életben nem fognak kelleni. Erre is mondjuk azt, hogy tisztítás. És megvárjuk, amíg a program szépen törli. Látod, és ki is írta, hogy 462,9 MB eltávolítva. Super. Ezt az ablakot akkor kipipáltuk. A következő, itt egy kis rakéta, ez általában a, azokat a programokat szokta jelölni, amik ugye elindulnak rendszerindulásakor, és itt írja is, hogy System Startup Applications 0, és ott a jobb alsó sarokban van az Add Startup App gomb, amivel hozzá lehet majd adni, amiket szeretnénk, hogy elinduljon rendszerinduláskor. Oké. Okay. Az első fülön pedig már voltunk, ez a, a rendszer összefoglaló statisztika. Szóval srácok, hogyha valami hasonló programot kerestek, mint a c Linux alá, én azt mondom, talán ez tészer az egyik legjobb megoldás. Remélem, hogy hasznos volt, amit mutattam. Ha tetszett a videó, ne szégyed lájkolni, és ha szeretnél még több Linuxos tartalmat látni, egészen bátran iratkozz fel a csatornára. Nem sokára jövök a következő videóval. Sziasztok!